85 évvel ezelőtt, 1936. június 8-án hunyt el kecskeméti Ipót rabbi, műfordító, irodalomtörténész, bibliakutató. Kecskeméten született 1865-ben. Tanulmányait szülővárosában, Budapesten és Berlinben végezte. 1890-ben avatták rabbivá, ettől kezdve haláláig a nagyváradi izraelita hitközség főrabbia volt. Sokat foglalkozott a középkori zsidó költőkkel, egész kötetnyit fordított le verseikből. Később vallástörténeti témák felé fordult, és a profétizmusról, illetve a bibliai tanról írt nagyobb értekezéseket. Számos népszerű prédikációja és Tóra magyarázata is megjelent Nagyváradon. Sírjának felirata szépen példázza életét. Tanultam, írtam, eskedtem, temettem, igét hirdettem a zsidóságnak, az igaz embereknek a zsinagógában. Nem sokszor, de sokat koldultam némelyekért, a közösségért.